Sörfőző üzem, illetve betonelemeket gyártó üzem kiépítése is tervben van Szabadkán, magyar állami támogatásnak köszönhetően, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István. A VMS elnöke kifejtette, hogy a magyar kormány még a múlt évben biztosított pályázati lehetőséget kis és közepes vállalkozások, cégek számára. Ennek a hozadéka az, hogy magyar befektetések, fejlesztések érkeznek Szerbiába. Közel 50 cég fog fejleszteni elsősorban Vajdaságban, de Szerbia más területein is. És az így megvalósított, vagy az így megvalósuló fejlesztéseknél a magyar állami támogatás az durván olyan 50 millió euró. Ehhez még, ha hozzárakjuk a vállalatoknak a saját részét, illetve a banki források, amik igénybevételre kerülnek, akkor azt gondolom, hogy több mint 100 millió eurós fejlesztési ciklus indul el ennek az elmúlt egy évnek az eredményeképpen, ami azért nagyon fontos, mert munkahelyeket teremt, jövedelemszerzési lehetőséget jelent, a mindennapjainkat változtatja meg, beszállítói köröket generál. Pásztor István elmondta, hogy a szerb cégek magyarországi megjelenésének az erősítése is fontos feladat. A politikus egyéb fejlesztésekről is szólt. Beszélt egy Palicson tervezett magyar beruházás egy szálloda kiépítésének a lehetőségéről, amelyről azt mondta, hogy aránylag reálisnak nevezhető. Az összes költséget figyelembe veszük, akkor ez több mint 40 millió eurós beruházás volna. Tehát ez egy mamut beruházás. Ez egy nagyon magas kategorizáltságú hotel volna, mint egy 210 szobával és kísérő rendezvényekkel, külső és belső fürdési lehetőségekkel, egy olyan potenciális vendégkör számára, amelyik ebben a pillanatban meg szokta kerülni Palicsot, nem szokott Palicson megjelenni. Pásztor István a koronavírus helyzetről is beszélt. Kiemelte, hogy az elmúlt majd egy évet a vírus miatti aggódás és a megállításának a kísérlete határozta meg. Véleménye szerint hamarosan bekövetkezik az áttörés jellegű változás, ehhez azonban az is szükséges, hogy a vakcinációnak köszönhetően elérjük a nyáimmunitást Szerbiában.